Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció tegnap önt államfőnek jelölte. Meglepte a kérés? Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy meghatott, mert én nagyon örülök annak, hogy végezhetem azt a munkát, amit végzek. Tehát ilyen értelemben nem okozott a dolog, hogy mondjam, egy ilyen szellemi eufóriát, de az öröm önmagában, hogy az embert olyan szereppel hozzák összefüggésben, amiről úgy gondolják, hogy ő annak a megoldásában közreműködhet. Ön szerint milyen típusú karaktere, milyen típusú embere van szükség az államfői poszton Schmidt Pál után? Ezt nehéz megmondanom, azzal nem igazán értek egyet, hogy olyan fajta elnök kellene, aki propagálja a kormány elképzeléseit, azt megértem, hogy ők ilyen emberre számítanának, mert azt gondolom, hogy amit a Fidesz itt keresztül erőltetett az elmúlt másfél évben, az az ország egy részének, és egyre kisebbik részének az akaratát, elképzeléseit, boldogulását jelenti, és egy köztársasági elnöknek, aki általában 15 millió magyar elnökének szokta nevezni magát, egyébként fikció, mert 12-nél amúgy sincs több, de annak legalább a határon belül nem egészen 10 millió személyben olyan személynek kell lenni, aki megért, elfogad mindenféle gondolatot, és aki elkötelezi magát azok mellett, akiknek nincs megfelelő szószólójuk, mert az erősek úgyis elérik, amit akarnak, megvannak a kapcsolataik, megvan a pénzük, de azoknak, akik kiszorulnak rendre a törvényalkotók elképzeléseiből, és azoknak nincs hangjuk, és őket leírni, őket sértegetni, őket bántani, sem nem elegáns, sem nem igazságos, és egy köztársasági elnök nem lehet néma, amikor embereket bántanak. Ön szerint egy olyan személy, akit Gyurcsány Ferenciát a Demokratikus Koalíció jelölt, megtestesítheti a nemzetegységét? Miért ne testesíthetné meg? Azért, mert Gyurcsány Ferenc jelöli, miért ne? Ez egy másik kérdés, hogy vannak olyanok, akik a bóvó elutasítanak mindenkit, akit Gyurcsány Ferenc megnevez, de miért ne? Ő egy éles szemű politikus, és azt gondolom, hogy nem érzelmi alapokon dönt.